Korszerűbbé, modernebbé és energetikai szempontból olcsóbbá vált 10 középület a Heves megyei kormányhivatal Egri és Füzesabonyi járásában, jelentette be Nyitrai Zsolt Egeris térsége országgyűlési képviselője, miniszterelnöki megbízott, és Pajtó Gábor, a Heves megyei kormányhivatal kormány megbízottja csütörtökön a Szövetkezeti út 6 szám alatt található földművelésügyi igazgatóságon, ami szintén korszerűsítésen esett át hazai és uniós forrásból. A 20. század közepén épült hivatalok az elmúlt 25 év alatt nem estek át nagyobb felújításon. Így már időszerű volt a modernizálás, mondta a kormány megbízott. Ezeknek az épületeknek a fenntarthatóságát, energiahatékonyságának a növelését szolgálta. Általában majd minden épület kapott egy hőszigetelés, nyílázáró cserét, a világítás korszerűsítést és szabályozható belső fűtési rendszert, új kazánokat, korszerű kazánokat. Több épületre, amire föl lehetett tenni, mindegyikre napelemeket helyeztünk. Ezáltal a két járás szintjén a megtakarításunkat 65 millió forintra kalkuláljuk évente. Megújult a Szövetkezet út 6, a Szövetkezet út 4, a Barkóczi út 7, a Szarvas tér 1, a Deák Ferenc út 11, 13, a Kossuth út 11 és a 9, valamint a Füzesabonyi földhivatal épülete. Nyitrai Zsolt Egeris térsége országgyűlési képviselője elmondta, 2010-ben, amikor kormányra léptek, azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy egy modern, európai, a polgárok érdekeit szem előtt tartó szolgáltató államot alakítanak ki, észszerű és logikus szabályokkal, gyors és szakszerű ügyintézéssel és olcsóbb közigazgatással. Egy jó állam, egy szolgáltató állam tudja a mindennapokban segíteni a polgárok életében az ügyintézést. Ez a mai bejelentés is ebbe az irányba mutat, hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy az itt dolgozó hivatalnokok milyen környezetbe járnak be nap mint nap dolgozni, illetve azok az ügyfelek, akik elkívánják intézni hivatalos, illetve ügyesbős dolgaikat, ők is milyen környezetben, milyen hivatali környezetben találkoznak az állammal. Az Egri járási hivatalban ezzel a modernizálással 456 munkatárs munkakörülményeit javították, akik évente több mint 40 000 ügyet intéznek el.